Sziasztok! A Határtalanul Enikővel csatornát nézitek, és most a beszélgető társam Kis Zoltán Itaj. Szia! Hello! Zoltán! Sziasztok! És a Zoltán Itaj jókaoktató, spirituális mester, a Legyen B-terved az önellátás Facebook csoport alapítója. 70 ezer fő van ebben a csoportban, és a Covid lezárás ideje alatt dúzott ekkorára ez a csoport, ahogy én tudom. És még azt tudom rólad, hogy törekszel az önellátásra, vidéki életet élsz, és haladsz e fele, és ez is lesz a mai témánk. Téged ajánlottak nekem, hogy beleillesz abba a hát irányba, amit én is képviselek, hogy minél természetesebben éljünk, öngyógyítás, természetes életmód meg ezek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. És jó, örülök, hogy itt lehetek. Veled. Belekezdhetünk. Akkor én, amiről leginkább kérdeznélek, az önellátás, az álmod, a közösségépítés, hogy ez hogy képzeled el, és mi az, ami annyi sok embert inspirál, meg megmozgat most végül is Magyarország szinten 70 ezret aktívan. Oké, próbálom nagyon dióhéjba, mert megmondom őszintén, röviden beszélni ilyen témákról sokkal nehezebb, mint hosszan. De megpróbálom összesűríteni így a lényeget. Tehát én egy jó pár évvel ezelőtt elkezdtem már ezt a dolgot, hogy akarok kimozdulni Budapestről, Budapesten éltem, ott joga termeim voltak, jogoktató képzésem, stb. És akkor így valahogy én már akkor éreztem azt, hogy ahogy vizsgáltam így a társadalmi viszonyokat, a gazdaságot, most ugye én spiritualitással is foglalkozom bőven, szóval így mindent egybenézve, asztrológia, spirituális tanításoknak az eszenciáját segítségül hívva néztem így a világ működését, és azt láttam, hogy ez a dolog ez nem megy tovább. Tehát itt én már akkor mondogattam embereknek, mindenkivel, akivel beszéltem, hogy menjen, vegyél egy földet, legyen egy kutad, legyen napelemed, tartalékoljál, stb. Stb. Na, ugye ezt ugye 4-5 évvel ezelőtt azért még ezt elég furán nézték, és mondták, hogy én paranoiás vagyok, nem, hogy egy spirituális ebben, hogy lehet ilyen üldözési mániás, és akkor mondtam, hogy nem csak én. Én ugye az embernek vannak gyerekei is, a többi, akkor maga miatt nem biztos, hogy olyan szinten érdekelne a történet, mint hogy amikor ugye az ember családdal él. És ugye akkor kimozdultam, vettem akkor itt Somogyban egy kis telket, egy kis házzal, és szépen elkezdtem csinálgatni. Aztán volt egy pont, ahol valahogy jött az a gondolat, hogy építettem egy ilyen ökoházat, egy ilyen hobbit házat, ami egy elég érdekes, egy ilyen kuriózum történet, egy új-zélandi házak, hogy tetőszerkezet, vagy fatetőszerkezet van, zöldtető. És akkor valahogy jött ez a gondolat, hogy én ezt elkezdem rögzíteni, és akkor az elejétől, az első nyomtól elkezdtem fölvenni. Na akkor erre ugye egyből akkor már ott akkor gondolat, csinálok egy csoportot, mert akit érdekli, ugye nekem azért sok száz jogás tanítványom van Magyarországon, meg külföldön is. Legalább azokat a jogásokat, meg a tanítványomat, akiket érdekli ez az egész dolog, hogy most akkor természetes építkezés, kertészkedés, önellátás, akkor azok tudjanak követni. Szóval igazából én őnekik csináltam a csoportot, és mondjuk azt, hogy évekig pár százan voltak benne. Aztán ugye, ahogy jött ez az egész, ugye elkezdtem már akkor a kertészkedést, egy ilyen sülyeztett valépinit csináltam a másik házamnál, mert ez még a másik házamnál indult. Azóta én arrébb mozdultam egyet, és most itt is próbálom létrehozni ugyanazokat a körülményeket. Elkezdtem kertészkedni, szépen raktam föl mindent, és valahogy így alakult ez a dolog, hogy akkor hogyan biomódon megtermelni a zöldségedet, a saját élelmiszeredet, stb. Stb. És akkor alakult a csoport, aztán ahogy a vírus jött, ugye akkor ez a történet felrobbant, mert az emberek rájöttek arra, hogy hát ez tényleg nem megy így tovább, és akkor amikor be voltak zárva mindenki a nagyvárosokban, a lakásokban, és ott volt, hogy a boltban van vagy nincs, akkor ez elkezdett felrobbanni, és akkor ez így szépen nőtt. Igazából ez a története a csoportnak, és mind a mellett én azért szerettem volna, hogy ezt a csoportot olyan platformra is emeljék, hogy
hát úgy értem, hogy olyan emberekkel léptem kapcsolatba, akik régen, vagy régen baráti viszonyban voltam, mint a Lár Andris, vagy jó pár embert már azokkal, akikkel híres emberek közül, akikkel beszélgetek, azokat már ismertem, valakikkel új ismeretségek születtek, de az a lényeg, hogy nagyon sokan felfigyeltek a csoportra, és ugye osztották a véleményemet, mivel valakik már eleve úgy gondolkoztak, valakik pedig ugyanúgy realizálták, hogy hát igen, ez tényleg most itt egy olyan dolog történik a világban, ami nem fenntartható, és hogy tényleg ez lesz az irány. Szóval nagyon sok helyről megkerestek, még mondjuk úgy azt, hogy komolyabb gazdasági hátterű helyekről is megkerestek, hogy hát ők is szeretnének ilyesmivel foglalkozni, hogyan lehetne. Én úgy gondolom, hogy most nagyon kialakulóban vannak a dolgok, majd mostantól fog indulni igazán ez az egész. Tehát eddig ez az összes dolog, ami eddig történt, mondjuk azt, hogy ez egy előkészítő folyamat volt. Igen. És nem konteósok vagyunk, hanem ez a valóság. Most például jelen pillanatban is Shanghai be van zárva, tehát hogy láthatjuk, hogy mi az, amire törekszenek. Az, hogy digitalizáljanak mindent, kontrolláljanak, stb. És még egy annyit jegyeznék meg, hogy én nagyon szerettem a városi életet. Én városon is nőttem fel. A kultúra miatt, a sokszínűsége miatt engem vonzottak mindig a nagyvárosok, főleg a világvárosok, a fővárosok. Budapestet is imádom, London volt a második kedvencem. De amiután ezek a lezárások bejöttek, most mi is kiköltöztünk Manchesterből a tengerpartra. Nem. És életem legjobb döntésének érzem. 4 hónapja itt élünk a tengerparton, és csodálatos. És nincsen most már bennem az a vágy, hogy menjek a városba. A kultúra az hiányzik, a színház hiányzik, de mégsem vonz most már azt, hogy a kontrollba bemenjek, a baszmokba, meg a nagytesó birodalmába, úgy érzem. Úgyhogy most például Skóciába megyek inkább kirándulni, a természetből a természetbe. Aha. Hogy van egy ilyen változás az emberben, még akkor is, hogyha olyan beállítottságú volt, mint én. Hát azt szokták mondani erre, hogy tehát erre meg kell érni, mert az igazság, akik vár, én vidéken nőttem föl, szóval nekem nem volt távoli ez a történet, mind a mellett úgy, hogy én végül a fiatal koromat mondjuk úgy, hogy Budapesten töltöttem, vagy más országokban, tehát Indiában éltem körülbelül darabokban egy ilyen 4-5 évet, ami azt jelenti, hogy 37-szer jártam kint, ebbe volt jogatábortól kezdve tanulni, elvonulni, tanítani, nagyon sok minden volt, filmforgatásra vittem ki a TV2-t, annó Kalandjára című műsorra forgattunk. Nagyon sok utazásom volt, de sok más országban is laktam, de ahogy itt igazából amennyi időt itt Magyarországon töltöttem, az inkább budapesti volt. És akkor úgy fiatalon az ember úgy jobban el van ebben, szereti ezt a pörgést, de ahogy már ugye az embernek elkezd családja lenni, vagy jöttek a gyerekek, akkor ugye egyre jobban az volt, hogy feszített az a dolog, hogy hát kellene egy olyan ház, ahol van kert, meg milyen jó kimenni, és akkor ugye ez az egész B-terv dolog, ez úgy volt, hogy én ezt egy B-tervnek csináltam. Tehát az a B-terv, hogy én Budapesten tanítok, képzéseket tartok, ott van a bázis, és akkor hétvégén, meg mindig, amikor van idő, akkor jövünk le, és akkor itt vagyunk a természetben, ez is egy nagyon szép helyen volt az a kis ház, egy ilyen falu szélén, erdő mögöttünk, mező, őzek rohangáltak a kert végébe. Tehát egy ilyen nagyon élhető környék volt, és akkor azt láttam, hogy mivel nekem egy kicsit flexibilisebb volt mondjuk úgy a munkám, akkor elég, hirtelen azt vettem észre, hogy itt töltjük minden időnket, és akkor egy ponton úgy gondoltam, hogy hát akkor a B-tervből kell A-tervet csinálni, és akkor feladtuk a budapesti lakást, és akkor jöttünk le ide, és akkor inkább innen utaztam többet, amikor tanítanom kellett. És nem bántam meg, tehát azt úgy gondolom, hogy én most nem is tudom, hogy elkezdődött az egész vírus időszak, hogy egy budapesti lakásba ültünk volna, hogy az hogyan lehet túlélni. Tehát itt mondjuk úgy, hogy meg sem éreztük, egy óriási kert volt. Igazából én már előtte fölkészültem ezekre a dolgokra, tehát mondjuk úgy, hogy tárolni zöldségek, stb. Tehát volt egy napelemem, itt is van ebben a házban is van egy napelem, ami
ami egy 300 literes fogyasztott víz, tehát ugye mi vegetáriánusok vagyunk, én nagyon régóta, 32 éve lassan, és ugye a zöldségek nagyon fontosak, tehát ami saját magunkat termeltünk, azt el is tudtuk pakolni, ami azt jelenti, hogy egész télen még mindig van tavalyi cukkini a fagyasztóba, és ugye nekünk a zöldség az fontos, és hogy ez napelemről ment, tehát nem az van, hogy most rádugom az áramra, ki lekapcsolják az áramot, akkor az sincs, ugyanúgy nincs. Tehát megoldottam azt, hogy honnan van víz, volt kút, esővizet gyűjtöttünk szintén, és akkor ott volt a napelem, napelemről ment a tároló részleg, szóval így igazából mondjuk úgy, hogy majd, hát most az önellátást, hogyha egy olyan értelembe veszik, hogy ami a létfenntartáshoz hirtelen kell egy ideig, akkor az megvolt, hogy a tágabb értelemben értelmezzük a létfent, vagy az önfenntartást, azért ez egy nagyon komoly fogalom. Tehát az önfenntartók a 300 évvel ezelőtti magyar falvak voltak, amikor három falun belül megtaláltál mindent, ami kellett, mert volt, aki ruhát készített, aki cipőt, na azóta valódi önellátás. Én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell visszamennünk, mert a társadalom az olyan szinten omlik össze gazdaságilag is. Tehát hogyha valaki nagyon komoly kutatásokat végez, hogy megnézi ennek az egész politikai hátterét, ami a világban zajlik, a gazdasági hátterét, ami a világban zajlik, akkor teljesen nyilvánvaló lesz neki, hogy ez az egész rendszer, ez most így elborul, és ugye vannak olyan tervek, hogy elmegyünk egy ilyen technokrata, megfigyelő, bekamerázott, transhumanista világ felé, vagy pedig ez az egész történet leomlik, és akkor meg úgy fogunk élni, mint űkapáink, és akkor újra lovaskocsi lesz meg. Hát én megmondom őszintén, hogy a kettő közül melyikre szavaznék, akkor én a másodikra szavaznék, és én úgy gondolom, hogy az is fog történni, hogy itt ez a történet ez egyszer megáll, és lesz egy nagyon nagy konfliktus. Tehát, hogyha most belekezdünk kavarni ebbe az egészbe egy kis spiritualizmust, meg asztrológiát, ilyesmit, akkor én azt mondhatom neked, hogy az elkövetkezendő 7 évben egy gazdasági mélyrepülés lesz. Iszonyatos módon fog elszállni mindenféle árak, hiányok lesznek itt. Ez már most elkezdődött, ez nem egy jóslat, ez már most elindult. Hogyha meghallgatunk olyan gazdasági szakembereket, mint például a vezérszörényi László, vagy Drábik János elég sokat beszél ezekről a pénzügyi hátterekről, szóval én őket is sokat hallgatom. Már csak az alapján is meg lehetne mondani a jövőt, de hogyha nézzünk még más, mondjuk asztrológiát, akkor lehet azt látni, hogy egy ilyen gazdasági mélyrepülés előtt állunk, és aztán 2029 és 2032 között várható, asztrológiailag abszolút borítékolható egy világháború, ami határokat fog átírni, és én úgy gondolom, hogy egy elég nagy, egy olyan világszintű konfliktus lesz, ami egy szempontból fölfoghatunk úgy, hogy a természet megrázza magát, és egyfajta tisztító tűzben valaki erre áll, valaki arra áll, és akkor az marad, aki egy következő világban tud építően részt venni. És akkor utána pedig, hát ugye egy természetesebb élet felé fogunk menni, amikor is úgy kezdjük újra, hogy tényleg az lesz, hogy akkor ott vannak az ökrök, és akkor előszedjük azokat a gépeket, meg amivel még lehet kézzel művelni a földet, természetes lesz a földművelés, ugye már kiszipolyozott földeket újra vissza tudjuk hozni, hogy akkor tényleg trágyával trágyázunk, tényleg lesz a gyümölcsbe, meg a zöldségbe valódi ásványi anyag, meg nem csak kemikália. Tehát én úgy gondolom, hogy egy pozitív irányba megyünk, csak előtte kell egy nagy árat fizetni, hogy ez a dolog visszaálljon. Most így hirtelen ennyi jutott az eszembe. Szerinted ez a technokrata megfigyelő társadalom, ez egyáltalán nem kerül bevezetésre, úgy értem. Hát próbálják, azt látjuk, tudom, hogy elég. Próbálják, de nem elképzelhető, hogy a kettő párhuzamosan lesz? Például biztosan. A nagyvárosokban valószínű, hogy ki tudják nem. Alakítani. Nem, most én egy olyan dolgot fogok mondani, ami lehet, hogy megdöbbentő lesz, mert elég nagy magabiztossággal állítom ki, vagy állítom azt a dolgot, amit én gondolok, de ezt mindenki vegye úgy, hogy ez csak egy vélemény, ez az én rálátásom, az én érzékelésem.
és nagyon sokféle háttérből utána néztem, tehát itt mondom, akár a gazdasági, politikai része ennek az egésznek, ami a világ annak a dolognak, ami a világban történik, akkor ugye az asztrológiai része, ami mondjuk úgy, hogy mivel egy elég determinált világban élünk, de erről is lehetne külön nagyon sokat beszélni, hogy most akkor az asztrológia mennyire sorszerű, hogy az történik. Ha az emberiség nagyon determinált tudatállapotban van, akkor sorszerűen történik. Tehát akkor meg lehet mondani szó szerint, hogy, és hogyha most megnézzük, hogy a kollektív tudat milyen állapotban van, hogy a tudatosságnak milyen szintjén áll a kollektív emberiség, akkor mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben megmondható, hogy mi fog történni. Mert a tudatossággal keresztül lehet lépni ezeken a karmikus, ugye a bolygók állása, az mutat egyfajta akár egyéni, vagy globális karmikus sorsot. Szokták mondani azt, hogy egy ostoba embernek lehet megmondani a jövőjét. Egy tudatos embernek nem lehet megmondani a jövőjét, mert ő szabad akaratából egy bizonyos ponton dönt. De a karmikus determin, tehát az asztrológia az azt jelenti, hogy az embernek a múltjában lévő cselekedeteinek az azáltal determinált jövőjét mutatja meg. Uh-huh. Amiből, hogyha tudatos, akkor van választása kilépni, de ha nem tudatos, akkor az csak fog, ez olyan, mint amikor valaki teljesen addiktív egy alkoholizmusba. És akkor tudod, hogy az az ember holnap ugyanúgy kinyitja azt az üvegbort, ugyanúgy megissza, mert nem tud váltani, mert annyira determinált. Szóval amikor az ember a tudatossággal ezen keresztül lép, akkor lehet mondani azt, hogy lenne más verzió, de nem lesz, mert sajnos a kollektív tudat egyenlőre ezt diktálja. Ezért kell ez a fajta tisztító tűz, amiben ez a kollektív tudat majd tud egyet ugrani úgy, hogy megtisztul egy részétől, attól a determinált részétől. És akkor, ugye akkor lehet mondani azt, hogy körülbelül ezek a dolgok így fognak történni, és 2029 és 30 körül lesz egy soha nem látott háború és pusztulás, ami az emberiség történetében, amit mi eddig ismerünk, olyan soha nem volt. Na most emellé még oda jönnek olyan alátámasztó, hogy mondjam, jóslatok. Engem mindig érdekelt ez a látnokiság, mivel én foglalkozom spiritualizmussal, ugye jógával, mindenféle metafizikai tudással, és legfőképpen, amikor nekem elindultak ezek a fajta, hogy mondjam, tapasztalásaim, amik spirituális szférákba tartoznak, amikor eléggé megváltozott velem a világ olyan 2,5 évvel ezelőtt, akkor különösen elkezdtek érdekelni az ilyen látnoki írások, hogy ez és mikről beszélnek. Na, ami Magyarországgal kapcsolatos jóslat, ami 4 domináns, ami elém került, amik szinte ugyanarról beszélnek. Tehát van a nyirkai jóslat egyszer. Lehet mindegyiknek a hitelességén vitatkozni. Lehet. Az mindenkinek a saját véleménye, hogy mit gondol. Nyirkai jóslat, Pió atya, Nostradamus Hungaricum, és van egy Alois Illmayer nevezetű német kútásónak a jóslata, aki olyan a II. Világháború környékén élt, és ő az, aki egyébként a legrészletesebben leírja, hogy mi fog történni, mert még azt is leírja, hogy hogyan, melyik, milyen éjszakán kezdődik, mi fog történni. Megölnek egy magasrangú keleti vezetőt, és akkor azzal indul a 3. világháború, és honnan mennek majd a kontingensek, hol szórják le a sárga port, akkor atomról is van benne szó, és akkor ezek a jóslatok ott nagyjából ugyanarról beszél mindegyik, vannak, amelyik szimbolikusabbak, tehát ott azért jobban meg kell fejteni akár a nyirkai jóslat is, de az a vicc, hogy ezek a különböző látnokok, egyébként az Illmayernek egy olyan visszaigazolása van, hogy őt bevitték annó, hogy most ez valami boszorkányság, és bevitték bíróságra, és úgy engedték őt ki, hogy
hogy akkor, amikor ott volt a bíróságon, akkor megmondta, hogy a bírónak a felesége milyen ruhában van és mit csinál otthon. És amikor ezt leellenőrizték, hogy tényleg úgy van, akkor őt azonnal kiengedték, és utána még a második világháború után alkalmazták is, mint médium, hogy elveszett családtagokat megtaláljanak. Szóval ő is egy olyan személy volt, hogy nyilvánvalóan igazolható, hogy ő ezeket látta, és tehát, hogyha még ezeket a jóslatokat mellé tesszük, tehát, hogy én mindig próbálom úgy ezeket nézni, hogy mi az én tapasztalásom, mi az én tudásom erről, és aztán maximum visszaigazol valami. És akkor én ugye azt láttam ugye a jövőre nézve, hogy mondjuk azt, hogy minden olyan forrás, aminek én utána néztem, az engem megerősített. Szóval én nagyjából így látom ezt a jövőt, addig van időnk fölkészülni, közösségeket építeni, megalapozni ezt az egész önellátó gazdálkodó közösségeknek a rendszerét, mert ebből fog újjá épülni az ország. Egyébként a Nyírkai Jóslat is azt mondja, két helyen említi az önellátást, hogy majd ezután a nagy konfliktus után, akkor kertek alján sarjad az új élet, és hogy a gazdák összefognak, és hogy akkor elindul egy virágzó társadalom újra ezen az alapon. Milyen a helyzet most Magyarországon? Mennyire vannak ilyen közösségek? Mi most a realitás, és mi neked az álmod? Mi az ideális? Aha. Hát Magyarországon a helyzet az, most nem mondhatom azt, hogy sok próbálkozás van. Inkább így fogalmaznék, sokan neki mennek ennek a dolognak, ismerek közösségi vezetőket is, mindenki arról panaszkodik, hogy ugye az emberek úgy lelkesek is, de nem nagyon akarnak lépni. Tehát ugye ameddig van a kényelmes élet, ugye addig az ember jó, majd megcsináljuk, majd amikor ez lesz. Engem is sokan felhívnak, hogy mit gondolsz, mennyi időnk van még? Hát mondom, semennyi. Mondom, most csináljad. Jó, de hát én még most akkor kint Ausztriában dolgozom, jövő évig még addig összegyűjtöm a... Mondom, miért kérdeztél akkor meg? Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy itt nagyon hamar kell majd lépni, mert fölépíteni egy ilyen, mondjuk akár egy közösséget, tegyük fel, beszélünk egy prototípusról, amit én is megálmodtam, évek. Tehát évek egy közösséget összehozni, pláne egy működő közösséget összehozni. Nagyon sok közösségről hallottam, jó pár közösséget láttam, volt olyan is, amiben mondjuk azt, hogy éltem a közvetlen közelébe, és nem tudok mondani egy olyan közösséget, ami tökéletesen működik. Valami gazdaságilag nagyon jó, közösségileg nem annyira. Valami egy aránylag egy jó gondolkodásmódra épülne, de nem működik valami más miatt az összefogás, vagy az emberi lustaság, hogy senki nem akar a földeken dolgozni, mert mindenkinek van valami, mindenki valami saját projekten még dolgozik, mert még vannak saját projektek. Én úgy látom, hogy igazából potenciálisan ez a dolog nem fog elkezdődni addig, ameddig a szék ki nincs húzva a fenekünk alól. És akkor csak ott nem találod magad egy nap, hogy jó, oké, akkor futok le a nagymamám kertjébe, és akkor összeülünk a szomszédokkal. Szóval én úgy gondolom, hogy ez inkább természetes módon fog majd alakulni, mert ezek a kezdeményezések tök jók, mert ez egy jó irányba mutat, az is már egy jó irányba mutat, hogy 70 ezeren vannak egy ilyen jellegű csoportban, amikor évekig nem volt szinte senki, tehát pár százan voltak, és utána megugrott. De még mindig nem tudunk a tettek mezejére lépni, és megkerestek olyan helyről is olyan pénzügyi háttérre, hogy körülbelül mindent meg tudna csinálni. És akkor úgy beszéltünk is, leültünk, tárgyaltunk, ők is szeretnének hasonló dolgokban gondolkozni és elindulni, de még mindig van más fontosabb. És ez meg, tehát még mindig nem látják ők sem át azt, hogy ez olyan fontos, hogy ezt most kell, ezt tegnap kell elkezdeni, mert máskülönben nem lesz időnk fölépíteni, és ez lesz egyedül a túlélés, mert itt nem lesz semmi más. Tehát itt hogyha valaki bármi másba gondolkozik azon túl, hogy a létfenntartáshoz szükséges dolgokat önmaga megtermelje, és közösségbe rendeződjön, hogy ezt megvédeni is tudja, akkor, hogyha valaki ezt nem látja, akkor még egy félreértésben van a világgal kapcsolatban, hogy merre felé megy a világ. Tehát itt a digitalizáció, meg programozónak, meg ez egy ideig ment, ez mostanáig ment. Ez a jövőben már nem fog menni. Én így látom. Hogy képzeled el, hogy falvakat megvásárolni, falu részeket, vagy a teljes
hát mezőtanyákat, vagy Sokfajta úton el lehet indulni, nagyon sok verzióról lehetne beszélni. Amilyen verzióban én nekem ez az egész elindult, az azon az alapon indult el, hogy én mindig kaptam ígéreteket, volt olyan, hogy milliárdosoktól, tehát több olyan, tehát kaptam egy olyan ajánlatot jó pár éve, ami miatt Angliába is kimentem egy angol non-profit céget csinálni, ott is laktam egy darabig, aztán hazajöttem, mert végül azt a pénzt nem kaptuk meg Kanadából. Világ harmadik leggazdagabb családja, ez a Hinduja család ajánlott nekem pénzt, 500 milliárdot kezdőnek. Aztán előtte volt egy másik, az meg megint egy multimilliárdos úriember volt, aki szintén tetszettek ezek a gondolatok, ő is ajánlotta, hogy valamit segít, azzal se jutottunk semmire. Tehát mindig az volt, hogy valahonnan beáramlik egy pénz, nagyobb pénz, amiből el tudok kezdeni valamit, és én nekem a gondolatmenetem erre épült rá, amikor a projekttervet csináltam. Hogy van egy alapítványom, és akkor azt mondja valaki, hogy oké, kezdjétek el, és akkor majd ott meglátjuk, hogy hogyan megy ez az egész, akkor majd lehet már bevonni más tőkéket is, de én erre terveztem azt a üzleti tervet, ami mondjuk úgy, hogy amivel én indultam. Tehát én mindenféleképpen úgy csinálnám ezt, hogyha egy ilyen nagyobb pénzt adna valaki, hogy vennék egy nagyon nagy területet, és lenne benne egy központi rész, tehát az egész meg lenne véve az alapítvány, tegyük fel 100 hektárt. Azt mondanám, hogy a belső 5 hektár az lenne egy ilyen központi rész, ahol a közösségi dolgok fognak folyni. Tehát fölépítünk egy közösségi házat, ahol programok vannak, több száz ember befér akár télen is, oktatások, képzések, összejövetelek, bármi, ami ilyen kulturális. Lehetnének közösségnek olyan közös programjai, mondjuk egy közös kert, erre ki lehet találni, vannak verziók, hogy hogyan, ki hány órát vesz részt benne, aki akar, és annak megfelelően természetesen ő abból kap akár terményt, vagy akár az abból bejövő bevételből. Ennek megvan a gazdasági háttere, nem akarok belemenni, mert ez magában 2 óra lenne. Tehát van egy közösségi hely, és aztán utána meg föl lennének parcellázva, mint hogyha mondjuk egy ilyen kis falut elképzelünk, és falunak a közepe, és akörül vannak utcák, föl van parcellázva, ott építenénk házakat, és akkor bizonyos ideig, akik a közösségben akarnak részt venni, akkor azok oda költözhetnének, és elkezdhetnek valamilyen projektet. Na most van egy próbaidő, amiben az ember ugye ki van próbálva, hogy az ember beleillik-e a közösségbe, vagy egyáltalán ő szereti-e a közösséget. Addig nem engedjük, hogy azt a úgymond magántulajdonba vegye. Amikor egy pár év után kiderül, hogy ő egy nagyon hasznos része a közösségnek, tegyük fel, vályogtéglát gyárt, és az közösség is szereti meg, ő is szereti a közösséget, akkor egy ponton azt lehet mondani, hogy oké, akkor ezt te megveheted, és akkor ez már a te saját tulajdonod, ez a saját projekted ott, és akkor építjük a falut. Mert ugye az sem, sajnos az sem működő dolog, hogy most akkor mindenki odajön, az elején mindenki nagyon lelkes, aztán utána kiderül, hogy nagyon nem kompatibilis a közösségnek a jó nagy százaléka egymással, annak sincs értelme, mert egy előbb-utóbb vagy megölik egymást, vagy széthullik az egész. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért fontos az, hogy legyenek nagyon képesített közösségi vezetők, akik, ahogy a Kassai Lajossal is beszéltem, ő is mondta ezt, hogy az ő közössége is úgy épült, hogy ő nem építette, hanem elkezdett futni, mint Forrest Gump, és amikor hátra nézett, észrevette, hogy vannak vele. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan emberek gyűlnek köré, a természetes vezetők köré, akik akarnak ő vele menni, szeretik az ő életfilozófiáját, ahogyan ő működik, stb. Én ezt észrevettem ugye az jógás világban, ugye a tanítványaim, akik engem körbevesznek, azért ez egy, mondjuk úgy, hogy tényleg azt mondhatom, hogy több ezer ember, aki úgy körülöttem van, hogy én úgy érzem az ő szimpátiájukat és a támogatásukat, azokból biztos, hogy kikerülne egy olyan csapat, akikkel egy csodálatos falut lehetne létrehozni. De ez most csak én vagyok. Most lehet, van valaki más, akinek ugyanúgy tudnék sorolni ilyen képesített embereket, akik körül szintén ott vannak ezek a közösségek, szóval ezeknek létre kell hozni. És akartam létrehozni egy prototípust, ahogy mi működünk, és utána pedig akkor lehet példát mutatni, hogy akkor hogyan tartjuk fel gazdaságilag a rendszert.
Tehát az, hogy mi megtermelünk magunknak, a túltermelést akár eladjuk, visszaforgatjuk a közösségbe, és hogy akkor mindent meg lehetne alapozni, hogy hogyan az ősi magyar székely mesterségeket, akár talán a zsindelygyártástól kezdve a kútfúrásig, a vályok téglakészítés, a kender ruhakészítésig, a cipőig, a mindent, és akkor erre csinálni, mint egy kis kanzen, kis műhelyeket, és akkor ezeket a projekteket segíteni, futtatni, eladni, csereberélni, nagyon sokat lehetne erről beszélni, én évek óta gondolkozom ezen, eddig ott állt meg a történet, hogy pénz nem volt rá, mert én a saját személyes kereteimből én ezt nem tudom megoldani egyelőre, szóval most én próbálok mindenkinek segíteni, akik így szétszórva vannak, különböző közösségek keresnek meg, hogy én hogy látom, tehát tanácsokkal tudok segíteni, meg összetartom ezt az egész csoportot, próbálom őket lelkesíteni, és aztán ugye, hogyha meg nagyobb források is megtalálnak, akkor végül is hozzá tudunk kezdeni egy projekthez, hogyha úgy alakul. Majd úgy fog alakulni egyébként, tehát ez majd fog ez a dolog történni, csak még az utat kell megtalálni hozzá. Hány család az ideális a faluk közösség? Vagy ők hát nézd, szerintem ezek olyan dolgok, hogy itt olyan dolgokat, hogy az a baj, hogy mi mindent meg akarunk tervezni előre. Hány család? Soha nem tudod, mert minden egyes közösség másképpen működik. Ki a közösségi vezető? Hány ember gyűlik körülötte össze? Annyit kell tudni, hogy minél nagyobb egy közösség, annál nehezebb összetartani. Annál nagyobb, én úgy gondolom, hogy spirituális, személyiségbéli talentumnak kell lenni valakinek ahhoz, hogy egy közösséget össze tudjon tartani. Hogy egyáltalán hallgassanak a szavára, amikor valamit meg kell mondani, hogy oké, szerintem most elbírálni valamit, hogy most akár kinek van igaza, vagy hogyan menjenek előre a dolgok, hogy amikor azt tudják mondani, hogy jó, oké, hogyha ő úgy gondolja, akkor csináljuk így. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha úgy akarunk össze, ha vezetők nélkül, most azt mondom, nem kinevezett vezetők, hanem természetes vezetők, akiket mindenki megkérdez. Tehát nem oda rakják szerencsétlent, hogy akkor oké, te vagy itt a vezető, téged most megszavazunk, ide rakunk, és akkor közösség fele utálja. És ezért van, hogy ez a probléma az országban, hogy nem olyan vezetők vannak, és most itt mindenkiről lehet rengeteg rosszat elmondani, meg érdemeik is vannak, de ezek a vezetők nem olyan vezetők, akik azt tudják mondani, akik maguk mögők tudnak állítani egy egész nemzetet, és azt mondják, hogy oké, én ezt a vezetőt. Azért, mert ahogy ez beszél, ahogyan él, ahogy mindenki érél, és hogy mennyire becsületes, és nem korrupt, ez egy emberi minőség. Tehát, hogyha megnézzük a régi szakrális uralkodókat, vagy a királyokat, akik ezek a bölcs királyok voltak, eléggé jó vissza kell menni az időbe. Ahogy haladunk előre, egyre kevésbé lehet ilyet találni, vagy akár ugye ezek a táltos királyok, amit azért volt egy-kettő itt a magyarságban is olyanok, akik mellé egy egész nemzet odaállt, és akkor ő csak csinálta a dolgokat, és mindenki ment előre. Szóval ilyen embereket kell, illetve nem is kell találni, hanem ezek az emberek már ott vannak, csak valahogy meg kell őket találni, és mögéjük állni, és megadni nekik azt a lehetőséget, hogy ők tudják csinálni azt a munkát, amire ők idejöttek ebbe a világba. Szóval én úgy gondolom, hogy mindenki, minden vezető a saját kapacitása szerint fog majd vezetni egy közösséget, és ezért nem lehet megmondani azt, hogy mi az ideális, mert mi az ideális egy nagyon karizmatikus, komoly vezetőnek, akkor ő tud sok embernek menedéket adni, valakinek kevesebb a kapacitása, de minőségben ugyanolyan csodálatos dolgokat csinál, akkor ő neki lesz egy kisebb közössége. Ez természetesen fog alakulni. És milyen a gyereknevelés egy ilyen közösségben? Hogy látod? Mi az, ami fontos, hogy a gyereknek megtanítsuk? Itt olyan dolgokat kérdezel, amiről akár napokat lehetne beszélni, minden egyes téma olyan. Én úgy gondolom, hogy az oktatási rendszer úgy, ahogy van rossz, tehát úgy, ahogy van kuka. Az alapjai, amit én gondolok, hogy mi egy rendes, produktív gyermeknevelés, az azt jelenti, hogy elsősorban a gyerekeknek közel kell lenni a természethez,
és a gyerekeket kell engedni kibontakozni. Tehát amit én fontosnak gondolok, hogy az iskola az ne arról szóljon, hogy teletemjük a fejüket mindenféle 6 éves kortól, mindenféle dogmával, ez lehet akár vallás is, spirituális is, különböző elméletek, politikai vonalak, tehát ugye ezek a dolgok, amiket már gyerekkorban az emberbe beletáplálunk, hogy ez így van, tehát hogyha mondjuk megszületsz egy katolikus családba, akkor neked már elkezdik nyomni a katolikus dogmákat, már gyerekkorodban ide kell menni, oda kell menni, és nem engedik, hogy egy gyerek önmagad találja meg azt, amilyen útra ő majd szeretne lépni. De ez igaz arra, hogy most beleszületik egy orvos családba, akkor annak orvosnak kell lenni, és ha nem orvos, akkor az egy szentségtörés, hogyha nem úgy éli az életét, mint az apja, ugyanabban a szellemi nyomorban. Tehát amikor valaki, ugye ezek a fajta dogmáktól mentesnek kellene lenni, és egy úgynevezett olyan spirituális úton, ami nem egy meghatározott spiritualitás, hanem egy természetközeli, a gyerekek önmagában spirituálisak, ők önmagában keresők. És ezt a fajta, az oktatás az azt jelenti, hogy ezt a fajta keresést bennük bátorítani. Tehát ők csak játszanak. Legyenek kint a természetben, ők úgyis akarnak természetesen mindent megtudni, megtanulni, és ahogy mondjuk akár az ősi indiai ilyen iskolákban is az volt, ez a gurukula rendszer volt, hogy volt a guru, és a gurunak az otthona volt az iskola, és oda mentek a gyerekek, és akkor mindenfélével foglalkoztak, nem csak tanításukat nyomtak a fejükbe, amivel nem lehet menni semmire, mert pláne meg a mai oktatási rendszerben körülbelül az, amit megtanulsz, érettségig szinte semmire nem használod. Szóval, hogy csak teletömik a fejüket, hogy ne is férjen bele más. És el is veszik a kedvüket a tanulástól. Szóval én nagyon-nagyon másképpen képzelném el. Hát most ez attól függ, hogy most milyen iskolát szeretnék, közösségi iskolát, most az, hogy például a mai rendszerben hogyan tud működni egy ilyen iskola, ott már megint nagyon ki kell találni dolgokat. Aztán, hogyha megváltozik ez az egész világ, és mondjuk, hogy elborul ez a rendszer, amiben rád van kényszerítve, hogy hogyan kell, akkor ott megint azon fog múlni, hogy milyen vezetők vannak ott, tehát akár a spirituális vezetők, vagy akik a gyerekekkel foglalkoznak, hogy milyen vonalon akarják majd őket, de én úgy gondolom, hogy így természetes módon fog ez kialakulni. Tehát egy kisgyerek 4-5 évesen, hogyha nagyon vonzódik a kertészkedéshez, és kitesti se tudod rángatni a kertbe, akkor felesleges betenni valami intellektuális dologra. Ő abba teljesedik ki. Valaki meg csak ír, olvas, tehát ezt annyira lehet látni a gyerekeknél. Szóval a gyerekekkel kell igazítani az egész oktatási rendszert, viszont ehhez kellenek olyan felnőttek, akik tudatosak, akik nem dogmákba élnek. Tehát én mindig azt gondolom, hogy egy virágzó világnak a feje, az intellektuális, spirituálisan képzett vezető emberiség. Minden virágzó kultúra, hogyha megnézzük a múltba igazából, az mindig ebből jött föl. Aztán utána tudatosan ezt próbálták eltüntetni, és azért van itt ma a világ, mert igazából mindenhol ezt a réteget próbálták kinyírni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az alapja, hogy a tudati evolúció az embereknek el kell jutni arra a pontra, ahol az elsőben önmagukon dolgoznak, a saját személyiségükön, a tudatukon, hogyan emeljék, és akkor erre megvannak az ősi tradíciókban a különböző folyamatok, ez lehet egy ős indiai tradíció, egy ős magyar tradíció, mindenki ugyanarról beszélt, rá kell lépni egy olyan útra, ami kompatibilis nekünk, és akkor azon kell haladni, és magunkat fejleszteni, mert abból fog nőni minden. Anélkül, az egyéni tudati emelkedés nélkül itt csak pusztulás lesz. Azért elindult egyfajta ébredés, azt láthatjuk világszinten, tehát mutatja azt, hogy felgyorsult a nyomás hatására ez az ébredés. Mert hogyha nem történik semmi, akkor ki tudja, még jobban bealszik, még az is, aki félig meddig tudatos volt. Én ehhez annyit hozzáfűznék, hogy itt ugye az emberek azt gondolják, még spirituális körökben is. Most olyan dolgot fogok mondani, amit lehet, hogy nagyon sok embernek ez nem fog tetszeni, spirituális körökben is. Mert én úgy gondolom, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az emberi akaratnak.
Ugye az univerzum, minket azzal mostak agyba az elmúlt év ezredekben, hogy a teremtés az ember központú. Az ember az evolúció csúcsa, és minden érted van. Ez egy nagyon nagy hiba. Tehát mi semmik nem vagyunk, és igazából van egy univerzális kotta, amiből az egész természet játszik. És mi ebben csak egy parányi pont vagyunk. Tehát, hogy most az emberiség hogyan... Tehát amikor jönnek még akár ez az ezoterikus, spirituális tanítókus, akkor majd leülünk, és a tudatunkkal megváltoztatunk egy olyan világot majd, amit mi szeretnénk. Ebben megint ott van az egoizmus. Elfelejtjük azt a dolgot, hogy a tavasz, nyár, ősz, tél, ez mindig úgy megy, és bármennyien ülünk össze, bármilyen tudattal, a tavasz, nyár, ősz, tél, az mindig megy. Aztán az, hogy te hogyan éled meg önmagadban, az, hogy a tavaszt hogy éled meg, a telet hogy éled meg, hogy te lehetsz egy aranykorban a legsúlyosabb időszakban is, vagy egy aranykorban is lehetsz a pokolban, mert olyan tudatállapotban van, azt te döntöd el. Tehát amit te benned van, azt te döntöd el, hogy az egész univerzum hogyan játszik, és hogy milyen korok jönnek folyamatosan, azt nem mi döntjük el. Tehát hogyha az ember megnézi, itt megint az asztrológiára hivatkozom, hogy akár a Surya Siddhantának az ősi asztrológiai indiai írásnak nézzük az nem az elméletét, hanem a tanítását azzal, hogy a naprendszerünk 26 ezer évente jár körben egy ellipszis formában egy ősnap körül, és az ősnap nem középen van, hanem az ellipszis egyik sarkában. És magyarázza azt, hogy ahogy megyünk, a naprendszerünk közelít az ős logosz felé, akkor az éteri szint megemelkedik. Tehát a tűz körül mindig éteri szint van. Tehát egy nagyon komoly éteri, az éternek az éteri tartalom nyitja ki az érzékelést, nyitja ki a tudatot, és amennyire nincs, éteri szféra körülöttünk, annál jobban bezáródik a tudat. Tehát ugye ezért van az, hogy a tüzet használják mindenhol, mintha akarsz Istennel kommunikálni, bármilyen áldozat, akár ősmagyaroknál, Indiában, minden a tűznek jelentősége van. Mert annak éteri szférája van. Tehát, hogyha valaki meditál, akkor gyújtja egy lángot, és akkor sokkal intenzív lesz az érzékelés. Szóval, amikor a naprendszerünk megy arra, akkor az éteri szint automatikusan megemelkedik, és a Földnek mondjuk úgy, hogy a kollektív tudata az emberiségnek elkezd nagyon emelkedni, kinyílnak az érzékelések, eltűnik a hazugság, szépen kialakulnak a jó tulajdonságok. Ez az aranykor. Amikor megkerül és kezd eltávolodni, akkor meg megyünk úgymond a vaskor a degradáció korában, mert az éteri szint csökken, és beszűkülnek az érzékelések, beszűkül a tudat, tehát olyan generációk jönnek, amik egyre jobban kompatibilisek azzal. Szóval most, hogyha megnézzük ezt az egész játékot, akkor 5000 évvel ezelőtt voltunk úgymond a Kali Yuga kezdeténél. Buddhánál volt egy csavar, ott az volt a fele, és onnastól jövünk kifelé, sokan azt gondolják, hogy Kali Yugában vagy vaskorszakban vagyunk, de nem, mert ez már a Dvapara Yugának a vége. És itt megyünk át egy 10 000 éves aranykorba, ami egy tréta, meg egy az aranykor, a tréta, az ezüst és az aranykornak az egysége lesz, ez a 10 000 év kedvező időszak, ami olyan 2080 körül fogunk ebbe belépni valójában, a Surya Siddhanta szerint, ami azt jelenti, hogy ez az a század, amiben a régi elhullik, és az újnak az alapjait lerakjuk. Tehát, hogyha valaki azt gondolja itt, hogy valami egyik napról a másikról átmentünk az aranykorba, és itt lesz valami nagy kvantumugrás, amikor egyszer csak pám, angyalok ugranak, ez nem így van, ez egy nagyon gyerekes rálátás erre az egészre, mert a háromdimenzió az mindig háromdimenzió marad. Ebből sosem lesz ötödik dimenzió, mert ez egy másik dimenzió. Tehát itt ezt kell tudni, hogy itt nem egy kvantumugrás lesz, hanem szépen lassan generációkon keresztül egy magasabb szintű háromdimenziós emberi lény fog majd jönni. És akkor itt ez az univerzumnak a játéka. Tehát, hogy itt mi bármit csinálhatunk, se ledegradálni nem tudjuk, se túl reagálni nem tudjuk ezt, hanem maximum abban tudunk dolgozni, hogy ebben az univerzális változásban mi ezt hogyan éljük meg. Tehát ez a szabad akaratnak, ez egy bizonyos része a szabad akarat, az azt jelenti, hogy én magamra tudom, hogy hogyan reagáljam ezt belül. De az, hogy én most megváltoztassam, hogy most ne tavasz jöjjön már, hanem ősz. És akkor jöjjünk össze elegen, jó tudatban, és nem. Tehát az univerzum így megy, és nekünk azt kell megtalálni, hogy mi ebben hogyan éljünk úgy, hogy akár egy nehéz időszakban is mondjuk egy aranykort éljünk meg. Még azt szeretném megkérdezni, hogy most már elmondtad
a hátterét spirituálisan és a magyarországi helyzetet jelenleg, mik azok, vagy melyek azok a közösségek a világszinten, amelyek inspirálnak téged, vagy modellek lehetnek? Jó pár közösséget láttam, mivel vannak nagyon jó közösségek, amik jónak tűnnek kívülről. De mivel beleláttam olyan, például Magyarországon is tudok olyan közösséget, ami kívülről csodálatosan néz ki, és úgy gondolom, hogy belülről pedig rohad, mert ismerem az egész belső vezetését, és tudom, hogy hogyan működnek kifelé, azt mondják, hogy önellátók, de úgy meg egy hazugság az egész, és nagyon jól tudom, hogy mi történik benne, és állami pénzekből tartják fenn a csili-vili önellátónak tűnő dolgaikat. Ezért az, hogy én kívülről látok valamit, az meg jónak tűnik, az már számomra nem 100%. Tehát most beszélhetünk egy nagyon jónak néz ki kívülről az olaszországi Damahur közösség. Nem jártam ott. Minden, amit meghallgattam róluk, nagyon szép, nagyon jó, de ugye az előző élményeim miatt, mivel én már láttam olyat, ami kívülről nagyon szépnek tűnik, de egy napot nem töltenék el ott, és nincs is jövője. Tudom, hogy annak nem lesz jövője, mert valójában nem önellátó, csak azt mutatja azért, hogy állami pénzeket kapjanak. Tehát ilyen alapon már nem mondom azt semmire, ahol nem voltam ott, nem éltem ott legalább egy 3-4-5 hónapot, és nem ismertem meg minden részét a közösségnek, akár a vezetőségét, akár hogy hogyan működnek. Nem tudok véleményt mondani, mert én olyan közösséget nem láttam, ami mondjuk úgy, hogy az ideálist közelítően működik. Ez nem jelenti azt, hogy nincs. Csak én nem láttam, és én nem tudok véleményt mondani. Tehát az, hogy láttuk egy szép videófilmet, egy PR filmet egy damahúri közösségről, elmennék oda, beszélgetnék ott az ottaniakkal, megnézem mindenki mennyire boldog, mennyire működik a gazdaság, beszélgetnék a részlegek vezetőivel, és akkor mennyire jönne az, hogy most ez probléma, ez. Én úgy gondolom, hogy ebben a világban nem lehet tökéleteset csinálni, tehát azt sem szabad elvárni. De az, hogy alapszinten működjön valami, ahhoz meg elég sok dolog kell, mondom, legfőképpen mindig a képesített vezető, mert a vezető tud mindent összetartani. Tehát az emberi minőség az nagyon fontos, ami viszont ebben a mai világban eléggé még egyelőre hiányzik, ezért gondolom azt, hogy túl sok nincs még ebből, mert még ez a generáció most fog felnőni. Tehát igazából most kezdenek így születgetni ne azok a kis lények, lelkek, akik majd igazából a valódi alapokat le fogják tenni. Mi még egyelőre bontó munkát végezzük, meg tudunk megalapozni ezeknek a ide születő kisgyermekeknek, amikor majd ők felnőttek lesznek. Szerintem itt a radikális változást az majd akkor fog történni, amikor ez a nagy tisztító tűz innen lemegy, és akkor ezek, akik már most úgy itt a gyerekkorukat élik, vagy még mostán születgetnek ide ezek a kis gyermekek, akkor ők nekik lesz egy olyan, mondjuk azt, hogy energiájuk, spirituális tudásuk, felkészültségük, személyiségük, akik köré nagyon komoly dolgok fognak épülni majd. Tehát úgy fog majd ez változni generációról generációra. Ugyanahogy látjuk, ugye, hogy volt az 50-es, 60-as évek, és akkor jött egy új generáció, és így nagyon megváltozott minden, mert egy más minőségű ember jött le. Aztán megint, mindig így nyílik ki ez a történet, közben kezd egyre radikálisabb lenni, mert ugye a régi próbál elválni, vagy az új próbál elválni a régitől. A régi nem nagyon akarja adni a stafétabotot. És most ez a konfliktust éljük az elmúlt 50 évben, hogy igazából az több ezer éve uralkodó sötétséget generáló rendszer már nem tud működni, mert annyira nagy a kinyílás, és akkor ezt próbálják így elfolytani mindenféle módszeren, hogy hogyan ne tudj, ne érzékelj, ne juss jó információhoz, de ezt nem fogják tudni tovább. Most még lesz egy vergődés, egy jó pár évig, de már a változás időszakában vagyunk. Na, ez egy jó hír. Mindenféleképpen. Én úgy látom, hogy itt egy nagyon-nagyon jó dolgok kezdődnek. Nagyon sok olyan tapasztalásom van, ami a jövőt illetően egy nagyon pozitív dologgal tölt el. Nagyon sok olyan dolgot, információt tudok, ami nem annyira nyilvános még egyelőre. Majd lesz idő, amikor nyilvános lesz. De én azt tudom mondani, hogy egy rendkívül nehéz időszak előtt állunk, abból kifolyólag,
hogy beágyaztuk magunkat egy rossz rendszerbe, és ebből kiválni, és egy újat építeni, mindig van egy nehézsége ennek, mert ugye olyan könnyű felcsavarni a termosztátot, meg megnyitni a csapot, mint hogy kihúzni a kútból a vizet, és akkor befűteni fával, meg kivágni a fát. Ugye ettől el vagyunk szokva, és akkor meg hát ugye az is, hogy ugye az emberiségnek egy jó nagy része nem is veszi komolyan azt, hogy ez a dolog fog történni. Tehát ezért lesz a valódi nagy pusztulás, mert erre már föl lehetne készülni. Tehát erről föl lehetne készülni, hogy mindenki, akinek pénze van bankba, itt, ott, olyan ingatlanban, aminek később nem lesz értéke, veszi ki a pénzét, és megy ki, földet vesz, elkezd már most gazdálkodni, ameddig még föl tudja építeni, ameddig még van építőanyag, ameddig még meg tudja ezt, azt, amazt venni, csinálni. Aki most szemfüles, ő neki könnyebb lesz ez az időszak. Akik nem, azok nagyon komoly nehézségekkel fognak majd szembenézni, és természetesen minden, aki a karmája szerint, akkor ha így nem tudunk tanulni, akkor tanulunk majd úgy. Ezt tudom, ezt nagyon nehéz hallgatni, mert mindenki azt gondolja, hogy jaj, majd ennek vége lesz, majd lesz ez a világ, megy tovább majd ez a világ, ó, majd. De hát ezen így lesz, mert eddig sem így volt. Én már nagyon sok ilyet hallgattam, aztán mindig az lett, hogy jaj, igazad volt. Ez most az elmúlt pár évben is, hogy amikor így nekem jöttek ezek a kérdések, hogy miért ezt csinálod, azért, mert így lesz. Ú, tényleg igazad volt, és sorra ez megy így. És nem azért, mert hogy én egy nagy látnok vagyok, vagy valami, hanem hogy az ember gondol, ismeri a világ működését, akkor ezek nyilvánvaló dolgok. Melyik az a korosztály, melyik túlnyomó részt van a csoportodban, legyen a B-tervezett önellátás és a... Ó, hát rendkívül változatos. Tehát itt az idősektől kezdve a fiatalokig, hála jó Istennek, mindenki nagyon-nagyon lelkes, amiket látom. Persze természetesen mindenki a saját szintjén áll neki ez a kérdéshez, ami azt jelenti, hogy valaki az anyag szintjén. Hogyha most egy jogához akarom egy kicsit hasonlítani, ugye van itt a 7 csakránk, és ugye az anyagi tudat, az érzelmi tudat, a gondolati tudat, az intellektuális tudat, az isteni tudat, aztán a transzcendentális tudat. Szóval mindenki, amilyen tudatban van, annak megfelelően látja a megoldást a kérdésben. Tehát, hogyha valaki mondjuk még elég materialista tudaton, létfenntartás tudaton működik, akkor őt bejön a csoportba, és semmi más nem érdekli, csak hogy tud kutat furatni, hogy ez, hogy az, hogy amaz. Aztán valakik egy kicsit már kitisztultabb tudatban vannak, ők már látják azt, hogy hát igen, lehet, hogy érdemes, hogyha ezt az érzelmi, meg gondolati dolgot is szemügyre veszük, és hogy aki mellé én oda költözök, azzal én tudok-e beszélgetni, vagy szeretem-e egyáltalán. Aztán utána vannak, akik már ezt kicsit tovább gondolják, és úgy látják, hogy az intellektuális része nagyon fontos egy dolognak, hogy emberek hasonlóképpen gondolják az életet, mert az könnyebbé teszi. Tehát, hogyha én mondjuk tegyük fel, vagyok egy vegetáriánus, és akkor a szomszédban pedig állandóan ölik a disznót, és akkor ez egy kicsit egy ponton lehet probléma. Szóval ezért már volt is probléma a csoporton belül is, hogy a nem vegák neki estek a vegák vissza, és úgy kellett lecsillapítani, hogy jó, nyugi, itt most ez próbáljunk meg együtt működni. De amikor közösség létrehozásáról van szó, akkor nagyon fontos, hogy a hasonló tudatbéli emberek keveredjenek. Ami azt jelenti, hogy nem jelenti azt, hogy az egyik rossz vagy a másik jó, hanem hogy máshol vannak, más az értékrend, másképp gondolkodnak, szóval inkább olyan közösségek legyenek, mint ahogy régen is volt. Itt voltak a kézműves közösségek, aztán voltak a üzlet, tehát a régi városrészek is úgy alakultak régen. Volt a kézműves negyed, voltak a kereskedőknek a negyede, volt a spirituális vezetők negyede, az adminisztrátoroknak, a katonáknak a negyede. Tehát, hogyha kimegyünk Indiában, láttunk egész városokat, amik régen az ősi kultúrákban így épültek. Miért? Mert azzal értette meg jól magát. Szóval ez fontos, hogy mindenféle szinten, mindenféle korban, mindenféle korú, mindenféle tudatállapotú, személyiségszerkezetű emberek tudjanak együttműködni, de ehhez megint szintén, megint azt mondom, hogy kell egy olyan vezető, aki ezt tudja egyáltalán, tud mindenkihez viszonyulni. Ez egy ilyen multi kvalifikált
embernek kell lenni, igazából minden közösségi vezetőnek, ami azt jelenti, hogy kell rendelkezzen a tanítói minőséggel, kell rendelkezzen a harcosi szervezői minőséggel, kell rendelkezzen a pénzcsinálás, ugye a kereskedői minőséggel, és tudjon kézzel menjen oda, és ő is csinálja a kertjét, szóval tud viszonyulni azokhoz az emberek is, akik így dolgoznak. És az ilyen vezetőkből, megmondom, nagyon-nagyon kevés van. De ők lesznek azok a legjobb közösségek, akik azok fognak legjobban működni, akiknek lesz egy ilyen vezetőjük. Akkor vannak fiatalok is. Vannak, abszolút. Vannak. Nagyon sokan. Pláne ugye én is nagyon sokat dolgozok fiatalokkal, tehát ugye a jogoktató képzésekben nagyrészt hölgyek, fiatalok jönnek, érdekli őket a spiritualitás, és amint a spiritualizmus, tehát vagy az jön, hogy az ember kimegy a természetbe, és önmagában elkezd kinyílni, és lesz egy spiritualitása, vagy az, hogy bejön a spirituális vonalakba, és akkor egy ponton, ugye, hogy emelkedik a tudat, nyílik ki ez az érzékelés, egyre többet lát a világban, és kezdi érzékelni, hogy hát ez a városi zaj, ez az agresszió, ez már nem, és hogy inkább mennének ki. Tehát én azt látom, akik jönnek, és átalakítják egy kicsit az életüket, elkezd pozitívan változni az élet, ők természetesen elkezdenek vonzódni ahhoz, hogy menjünk ki vidékre, és akkor csináljunk ott valamit, és boldogok. Tehát tényleg azt látom, hogy mindenki, aki ezt a lépést, ezt megteszi, az egy boldog útra fog lépni. Van-e valami, amit még üzennél a nézőknek? Ó, hát nekem rengeteg dolog van üzenni. Végszóként gondolom most. Végszóként. Az embernek el kell indulni a tudatosodásnak az útján, ami azt jelenti, hogy az ember attól ember, hogy egyrészt, hogy gondolkozik. Tehát, hogy tudatosan meg tudja választani az életét, az irányt, hogy merre megy. Hogy az emberek, ez legyen fiatal, legyen idős, bárki, lépjen rá arra az útra, hogy ne lehessen lenyomni a torkán semmilyen kész dolgot. Ami azt jelenti, hogy amit nyom a média, amit nyom egy bármelyik politikai vonal, hogy ne belerakjanak a fejünkbe dolgokat, hanem én úgy gondolom, hogy az ember ott kezd el ember lenni, amikor elkezdi a sok bejövő információt átvizsgálni. Megnézi ezt az oldalt is, azt az oldalt is, tehát akár a mai politikai helyzetben is. Itt is van igaz, ott is van igaz, de senki nem járja körbe az egészet motiválatlanul. Mert az a baj, hogy mindenki úgy ugrik bele, hogy én ide tartozom, és az bármi, amit ő mond, meg se hallgatom. Tehát nincs párbeszéd. Járják körül a témát, akár a mai helyzetben nézzék meg, hogy melyik oldal mit csinál ki nagyon alaposan. Az emberi kapcsolataikat nézzék át, hogy valójában hol tart ő az emberi kapcsolataiban, miért olyanok az emberi kapcsolatai, amilyen. Keresse a hibát önmagában először, utána másokban. Gondolja át az egész életfilozófiáját az ember, hogy miért élek, és aztán úgy kimegy, milyen tudati szinten van, akkor mindig járja körül azokat a témákat, amiben ő akár a spiritualitását éli, hogy dogmákban éle, vagy tud-e nyitott lenni. Tehát gondolkozó emberré kell válni. Ez az üzenet, hogy gondol, bármilyen szinten bármi dologhoz nyúlsz, hogyha az ételedhez nyúlsz, nézd meg, hogy az miből van, egészségese, honnan jött. Emberi kapcsolatodat nézd meg, a gondolataidat nézd meg, az az intellektuális tudást, amivel foglalkozol, azt járd jól körül. Tágítsd a szemléletedet, minden oldalt akarjál megnézni, legyél tudatos, mert amint az ember tudatos, onnantól kezdve kezd elindulni a szabadságnak az útján, tehát a szabaddá válásnak az útja, az a tudatosságnak az útja. Köszönöm szépen az idődet, a tudásodat, és azt a munkát, amit beleteszel a közösségépítésbe, a Facebook csoport cserélésébe. Mindenképp hit remény az embereknek. Jó, oké, köszönöm szépen. Aztán, ha van kedved, még majd eszedbe jutnak dolgok, akkor nyugodtan egy másik részben is mehetünk tovább. Oké. Okay.